Már pár nap választ el bennünket a karácsonytól. Karázs Olajosnéval beszélgettünk, hogy megindult már a fenyőfa vásárlás, hiszen azért itt látjuk, hogy van miből választani. Igen, most kezdődik, ma meg tegnap már többen vásároltak. Reméljük, hogy a héten el kell minden fenyőfa. Mennyit változtak az árok tavalyhoz képest? Az most fenyőnek nem változott az ára. 3000 forint méterre, a luc 1500 forint darabja. Tavaly méterre adtuk, tehát annak még csökkent is az ára. A normand fenyőnek ment fel az ára, mert tavaly 4000 forint volt, most meg 5000 lett méter. És mit keresnek inkább? Itt az előbb láttuk, hogy váltottak ezüst fenyőt, vittek végül a tervhez képest, de a hagyományos fenyőt keresik inkább? Nem, inkább a normandot és az ezüstöt vitték. A luc fenyőre gondolom kivárnak még. Azt az utolsó pillanatban viszik el. És ön melyiket viszi? Tehát melyik a kedvenc? A hagyományosat, vagy inkább ön is ezeket? Én a normand fenyőt szeretem, mert nem szúr, és az hullajt le legkésőbb. És mi a jellemző, hogy a kisebbeket keresik inkább? Tehát az ilyen másfél méteres, vagy inkább a nagyobbakat? Tehát mit tapasztalt az elmúlt két napban? Hát a két métereseket és a nagyobbakat vitték. Ma kezdődött a luc vásárlás. Abba ilyen másfél-két méteresek vannak csak. És meddig lehet vásárolni? Tehát még esetleg, aki szenteste gondolja meg magát, utolsó, ha marad, akkor gondolom még akkor is. Persze, 24-én 1-2 óráig itt szoktunk lenni általában. És mit tapasztal, hogy egyedül jönnek a szülők, vagy gyerekkel jönnek? Mert mit lát? Változó. Van, akinek még a Jézuska hozza a fenyőfát, van, aki már gyerekkel, és együtt, és csak az ajándékot hozza a Jézuska. Akkor reméljük, hogy sokan megtalálják a nekik tetsző fát itt a következő napokban. Reméljük, mert sok szép fa van, még van választék. Köszönjük szépen! Én is köszönöm szépen, és boldog ünnepeket kívánok! Kéri Istvánnék éppen most vásároltak fenyőfát, és éppen módosítottak. Mit szerettek volna eredetileg? Normand szerettünk volna eredetileg évek óta azon, de most nem találtam olyan kis csinos szépet, úgyhogy ez is lett belőle. Mennyit szánta a fenyőfára? Hát olyan 5-7 ezer forint körüli összeget, úgyhogy ezt most nagyon olcsón megúsztam. És ki fogja feldíszíteni? Hát a papa. Mert én sütök, főzök, estére várom a gyerekeket, ő pedig a fenyőt díszíti, mindig morog, de évek óta ő díszíti. Mivel ketten vagyunk már otthon csak. És miért tartja fontosnak, hogy élőfát és nem műfenyőt tegyen ki a lakásba? Nem tudom, valahogy már gondoltam rá, hogy veszek egy műfenyőt, de mégis nem tudom, mindig élőfánk volt, mindig valahogy semmi műt nem szeretek, nem. És más olyan nincs természetvédelmi szempontból, viszont jobb lenne már a műfenyő, nagyon szépek is vannak, mert nézegetem, de azért még nem szántam rá magam, hogy vegyek egy tényleg nagyon szép műfenyőt. Akkor én azt kívánom, hogy sikerüljön jól feldíszíteni ezt a fát, finomak legyenek a sütemények, és akkor a gyerekekkel, unokákkal pedig egy kellemes karácsonyt önöknek. Köszönöm, én is azt kívánom mindenkinek.